Megvan az ötödik arany, Márton Vivian a tekvándóban lett olimpiai bajnok, ma tovább bővülhet a magyar érem kollekció. Rakéta csapódott egy iskolába Gázában, több mint 100-an meghaltak, Izrael szerint a Hamas egyik központját támadták. Szigorít Dánia, megerősítették a védelmet a svéd határon, a banda háborúk átterjedésétől tartanak. És házak közé zuhant egy repülő Brazíliában, 61-en utaztak rajta, senki nem élte túl a tragédiát. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm Önöket, Jakab Szintia vagyok. A palesztin hatóságok szerint legalább 100-an meghaltak, amikor légi csapás érte egy iskola épületét Gáza városban. Az izraeli hadsereg ugyanakkor azt közölte, hogy a Hamász egyik parancsnoki központját találta el. Korábban az izraeli légierő 3 támadást hajtott végre Gázában. A légi csapásokban szintén sokan haltak meg. A tervek szerint jövő héten folytatódnak a tárgyalások a tűzszünetről, közben azonban Izrael viszonya egyre feszültebb Iránnal és a libanoni Hezbollah-hal. Még napfelkelte után is a romokat vizsgálták át a palesztinok abban a gázavárosi iskolában, amely jelenleg menekültszállásként működik. Az épületet szombat hajnalban érte rakétacsapás, helyi beszámolók szerint éppen akkor, amikor az emberek imára gyűltek össze. A gázai hatóságok arról számoltak be, hogy a támadásnak mintegy 100 halálos áldozata van. Az izraeli hadsereg pedig azt közölte, hogy a Hamász egyik parancsnoki központját találta el. A hónapok óta tartó harcokban palesztin jelentések szerint az övezetben már csak nem 40 ezer ember meghalt, több mint 2-szer ennyien pedig megsebesültek. Gázavárosból sokan délfelé Hán Yunisba menekültek, ahol azonban ismét távozásra szólította fel az embereket az izraeli haderő. Fáradtak vagyunk, korábban Gázavárosban éltünk és már teljesen kimerültünk. Azt mondják, menjünk délre, mert azok biztonságos területek. Bebörtönözték a férjemet és a fiamat, aztán eljöttek a házunkhoz és elküldtek minket. Az otthonunkban akartunk meghalni, de nem tudtunk. Azt mondták, hogy ez egy biztonságos terület, de olyan nincs. Nem találunk olyan helyet, ahol maradhatnánk, az utcára dobtak minket, panaszkodott egy nő. A tervek szerint Izrael és a Hamász augusztus 15-én ül ismét tárgyalóasztalhoz, hogy a tűzszünetről egyeztessenek. Erről a felek között közvetítő Egyesült Államok, Egyiptom és Katar közös nyilatkozatban számolt be. Azt egyelőre nem döntötték el, hogy a tárgyalásokat Dohában vagy Kairóban tartsák, ráadásul eddig hivatalosan csak Izrael jelezte részvételét, a palesztin fegyveresektől még választ várnak. Közben azonban nem enyhül a feszültség Izrael és Irán között. Teheránban pénteken tartottak megemlékezést a Hamász néhai vezetője Ismail Haniyeh emlékére, aki ellen az iráni fővárosban követtek el merényletet 2 hete. A szertartáson több iráni is a teheráni vezetéshez hasonlóan bosszút ígért a támadás miatt. Izrael és a világ többi része mostanra rájött, hogy a mi bosszunk kemény lesz. Nem fogjuk annyiban hagyni drága testvérünk véráldozatát. Ezt hamarosan mindenki látni fogja, mondta egy férfi. Folyamatosak a légitámadások az izraeli-libanoni határon is. A zsidó állam északi részén több helyen is kigyulladt a száraz növényzet a Hezbollah rakétái miatt. A libanoni síta milícia szerint a legutóbbi támadásokkal válaszoltak arra, hogy az izraeli légierő újabb 2 tagjukkal végzett. Lövedék csapódott egy autóba is Dél-Libanonban, a határtól mintegy 60 kilométerre Szidon kikötő városban. Hivatalos jelentések szerint az izraeli támadás a Hamász egyik tisztviselőjével végzett. Folytatódnak az összecsapások a Kurszki régióban, ahol az orosz csapatok próbálják visszaverni az ukránok behatolását. Oroszország közölte, erősítést küld az érintett területre, ahol már 5. napja zajlanak a harcok. Elemzők szerint Ukrajna azért hatolt be orosz területre, hogy a nyugat számára bebizonyítsa, továbbra is érdemes támogatni Kijevet. Ezeken az éjszakai felvételeken az látszik, ahogy az ukránok lebombáznak egy orosz zászló alatt Kurszk megyében. A válasz nem marad el. Az orosz csapatok is azonnal támadásba lendülnek. Ők drónról támadják az ukrán behatoló egységek tankjait. Már 4 nap telt el, amióta az ukrán erők behatoltak Oroszország területére. Az elmúlt éjszaka is feszülten telt a térségben. A Kreml közölte, további erőket vezényel a régióba, hogy megpróbálja felszámolni az ukrán behatolást. Már vadászbombázókról és harci helikopterekről is lövik az ukrán csapatokat.
Az orosz lakosság közben kétségbe esetten menekül, a helyiek csupán néhány holmival a kezükben hagyják el otthonaikat. Van, aki a házi állatát is magával viszi. A macskámat viszem magammal, a neve Murcsik. Akkora ágyúzás volt tegnap, hogy a lámpa és a mennyezet is leszakadt. A szomszédaim kutyáit is szabadon engedtem. A környéken élő emberek azt mondták, visszajönnek, de ilyen körülmények között senki sem jön vissza, magyarázta egy nő. Ahogy felkeltem, azt láttam, hogy két katonai jármű van az utcán, és a házakat rombolja. Aztán mindenki felkelt körülöttem, és még több harckocsit láttunk. Ezt pedig egy kisfiú mesélte, aki szintén elmenekült. Volodymyr Zelenszky ez alatt összehívta válságstábját Kijevben, telegramos bejegyzésében pedig védelmi intézkedésnek nevezte a kurszki támadást. Arról beszélt, az ukrán hadsereg tudja, hogyan kell meglepetést okozni. Az ukránok tudják, hogyan kell elérni a céljaikat, és arra törekszünk, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. Ezeket a célokat mi választottuk ki, Oroszországnak meg kell éreznie, hogy milyen a háború, mondta az ukrán elnök. Elemzők szerint ez a legmélyebb ukrán behatolás azóta, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Ez azért is meglepő, mert hasonlóra még nem volt példa. Eddig ugyanis inkább orosz sikerekről szóltak a hírek. Aggodalomra adhat viszont okot az, hogy Ukrajna a nyugati fegyvereket is használ a támadáshoz. Az akcióban ugyanis sajtóhírek szerint részt vesznek olyan járművek is, amelyeket az európai országok adományoztak Kijevnek. Személy szerint hajlok arra, hogy ez egy PR akció volt. A támadás célja az lehet, hogy Kijev újra Ukrajnára irányítsa a világ figyelmét. Erről az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt az M1-en. Dornfeld László szerint Ukrajna ezzel a nyugatnak is bizonyítani akarja azt, hogy továbbra is érdemes őket támogatni. Odahaza a közvélemény gyakorlatilag évek óta csak rossz híreket kap. Tehát elkeseredett védekezés folyik, nincsenek nagy hadisikerek. Most ezt nagyon jól el lehet adni a nyugat és az ukrán médiában, mint egy nagy siker, és ezzel lehet a harci morát odahaza is növelni, illetőleg a nyugatnak is adni valamit, amivel még mindig alá lehet támasztani a háború támogatását. A szakértő hozzátette, bár sikerült az oroszokat meglepni, hiszen váratlanul érte őket a támadás, a háborúra ennek valószínűleg mégsem lesz hatása. Ukrajna ugyanis ember és eszközhátrányban van, így nem érdeke, hogy a frontvonalat meghosszabbítsa, és még több helyen lekösse az erőit. A kurszki akcióra ráadásul súlyos válaszcsapásokat adhat Moszkva, Oroszország pedig most is folyamatosan támad. Pénteken orosz rakétatalálat ért egy szupermarketet és egy postát is a Donyecki régióban. Hatalmas a pusztítás, legalább 14-en meghaltak, több tucatnyian pedig megsebesültek. A szodzsai mérőállomás után az ukrán hadsereg a Gazprom helyi irodáját is elfoglalta orosz területen, vagyis az ukránok ellenőrzése alá került az az orosz tranzitállomás, amely az Európába érkező gázért felel. Ez azt is jelenti, hogy az ukránok bármikor leállíthatják a gázszállítást Európába. Bár azt egyelőre cáfolják, hogy ilyen lépésre készülnek, a gáz világpiaci ára azonnal emelkedni kezdett. Elemzők szerint a piac ideges, ami újabb drágulást vetít előre. Jó egészséget kívánok Szudzsa városából. A híreink a következőek. A várost az ukrán fegyveres erők kontrollálják. A városban nyugalom van, az épületek sértetlenek. A Gazprom stratégiai ingatlana a mi irányításunk alatt áll. Az egyik ukrán zászlóalj katonái a szudzsai gázelosztó épületénél, a Gazprom helyi irodájánál jelentették be, hogy a stratégiai fontosságú ingatlan az ellenőrzésük alatt áll. Vagyis most már bármikor könnyedén elzárhatják a gázcsapokat, hiszen a Gazprom épületének megszállásával a teljes infrastruktúra irányítása is a kezükbe került. Ez azt jelenti, egy gomnyomás és Európa földgáz nélkül maradhat. Az ukrán fegyveres erők videóját egyébként az ukrán hírcsatornák egymás után hozzák nyilvánosságra. Megtörtént, amitől mindenki félt, Kijev teljesen elvághatja Európát az orosz gáztól. Ezt írta az Index, miután az ukránok elfoglalták az állomást. Volodymyr Zelenszky egyik tanácsadója ki is mondta, Ukrajna meg akarja szüntetni az Európába tartó orosz gázszállítmányokat, hogy ezt nyomásgyakorlásra használja fel.
Most ezt valóban egy politikai nyomásgyakorlást látunk. Erről az M1-en beszélt a századvég közéleti tudásközpont politikai elemzési igazgatója, aki szerint a kőolajszállítások leállítása a barátságvezetéken keresztül és a mostani tranzitállomás elfoglalása arra irányul, hogy Kijev rákényszerítse akaratát Európára. Igazából ami talán fontos, hogy az ukránok januártól nem akarnak már orosz gázt átengedni a területükön, tárgyalás zajlanak, és hát ezeknek a tárgyalásoknak az is része nyilván, hogy az ukránok ilyen akciókkal javítják a tárgyalási pozíciójukat, mint például ennek az orosz területen lévő gáz tranzitállomásnak az esetleges elfoglalása, ez Szudzsa városa Kurszk régióban, ahol ez a gázterminál van. A legfrissebb adatok szerint szombaton 38,5 millió köbméter földgáz küld a Gazprom Ukrajna felé a szudzsai gázátadó és mérési ponton át, azaz kicsivel többet, mint a pénteki 37,3 millió köbméter volt. Ez arra utal, hogy most még nincs különösebb gond a mérési pontnál, vagyis jelenleg az ukránok még nem korlátozzák a szállításokat. Ennek ellenére folyamatosan emelkedik a gáz világpiaci ára, amely lassan megközelíti a 41 eurót megawattóránként. Ez azt is jelenti, hogy a piacot nem nyugtatta meg, hogy Ukrajna bejelentette, a harcok ellenére folytatódik a gázszállítás Európába. Elemzők szerint az áremelkedésbe nem csak a szudzsai állomás elfoglalása, hanem az év végén lejáró orosz-ukrán tranzit szerződés is szerepet játszik. Amennyiben leáll az orosz gáz Európába szállítása, az elsősorban Szlovákiának, Ausztriának és Magyarországnak okozna problémát. Éves szinten ugyanis Szudzsán keresztül mintegy 15 milliárd köbméter gáz jut az EU-ba, ami lefedi a 6,5 milliárd köbméteres szlovák, a 6 milliárd köbméteres osztrák és az 1 milliárd köbméteres magyar hosszú távú gázszerződést. Elemzők szerint a három ország közül elsősorban Magyarország tudná megoldani a szállítások leállásából adódó problémát, hiszen a török áramlaton keresztül növelni lehetne a gázszállításokat. Ausztriában nagy erőkkel folyik a nyomozás azzal a tervezett terrortámadással kapcsolatban, ami miatt elmaradtak Taylor Swift bécsi koncertjei. A 19 éves főgyanúsított mellett egy 18 éves iraki férfit is letartóztattak, aki szintén hűséget esküdött az Iszlám Állam terrorszervezetnek. Bécs, Köves Andrea. Ez a 18 éves iraki állampolgár, akit elfogtak itt Bécsben a tegnapi nap folyamán, még nem teljesen bizonyított, hogy hogyan kapcsolódik a tervezett terrortámadáshoz, amit lehet látni, hogy mindenképpen az online térben csetelt és kapcsolatot tartott a fő gyanúsítottal. Magyarországnak és Olaszországnak 15 ezernél is több férőhelyet kellene fenntartania a migránsoknak a határon. Ez abból a végrehajtási határozatból derült ki, amit az Európai Bizottság hozott nyilvánosságra. A számokban látszik, hogy Magyarországnak és Olaszországnak kellene a legtöbb migrációs eljárást lefolytatnia. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint Brüsszel azért döntött így, mert Magyarország korábban kimagaslóan sok illegális bevándorlót állított meg a határon. Egy éve még így ropogtak a fegyverek a magyar-szerb határ vajdasági oldalán. Felfegyverzett migránsok vonultak a magyar lakta településeken. Elsősorban egymásra emeltek fegyvert, több migráns leszámolás is volt. Októberben a szerb hatóságok nagyszabású rendőri akcióval tisztították meg a határmenti övezetet. Hónapokig állandó rendőri jelenlét volt a térségben. Ennek köszönhetően a migránsok ma már csak elvétve tévednek a magyar határ közelébe. A rendőri intézkedések hatása mára már egyértelmű. A befogadó központok is kiürültek Szerbia északi részén. A mögöttem látható befogadó központ is azóta elnéptelenedett, még a személyzet sem jár ide. Migránsok nem kérnek itt menedéket, ezért döntött úgy a menekültügyi hatóság, hogy nem csak ezt a központot, hanem más központokat is véglegesen bezár. Magyarország Európában az elsők között kezdte védeni a határait az illegális bevándorlók ellen.
Brüsszel szerint viszont a határzár és a jogi ellenőrzés egy része jogsértő volt. A magyar kormány többször elmondta, hogy... A magyar kormány 2015 óta jelzi, hogy mennyire fontos a bevándorlás ellenőrzése. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György úgy fogalmazott, az ellenőrizetlen bevándorlás következtében jelennek meg bűnözésből élő, könnyen befolyásolható emberek Nyugat-Európában. 2015 óta a magyar kormány többször elmondta, hogy... Az ellenőrizetlen tömeges beáramlás, amikor nem tudjuk, hogy ki jön, milyen múlttal, milyen célból, kinek az irányításával, kinek a finanszírozásával érkezik oda a határunkhoz, annak az ellenőrzését fontosnak tartja, és ezt lehetőleg az Európai Unió határain kívül kellene megtenni. Nem hallgattak a magyar tapasztalatokra, legutóbbi paktumnál se. Az Európai Bizottság közben pénteken nyilvánosságra hozta, hogy a migrációs paktum értelmében az Európai Unió külső határain milyen eljárásokat kötelesek lefolytatni az Unió külső határait védő tagállamok. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról ír, hogy a brüsszeli döntés értelmében Magyarországnak és Olaszországnak a határon 15 ezernél is több férőhelyet kellene állandó jelleggel fenntartania, a végrehajtás első évében pedig 31 ezernél is több eljárást kellene lefolytatnia a két országnak. Bóka János úgy fogalmaz, a többi tagállam részesedése messze elmarad ezektől a számoktól. Mindezt azért, mert a hazánk által megakadályozott illegális belépések száma kimagasló volt az előző években. Szlovénia regisztrációs központot létesített Horvátországgal közös határán. A hatóságok célja, hogy a lehető leggyorsabban lefolytassák az illegális migránsokkal szembeni eljárásokat. Részletek Magyar Lovrics Mirjanától. A regisztrációs központ egyébként egyszerre legfeljebb 100 szemét tud fogadni, ami a rendőrség szerint jelenleg elegendő az igények kielégítésére. A külföldieket csak néhány órán át tartják ott, a személyazonossági ellenőrzés és a rendőrségi eljárás után alapvető ellátásban részesülnek, majd elszállítják őket a három menekült otthon valamelyikébe. Szigorú Dánia, megerősítették a védelmet a svéd határon. A banda háborúk átterjedésétől tartanak. Az utóbbi időben ugyanis jelentősen megnőtt az olyan bűncselekmények száma, amelyek a svédországi, főként migráns hátterű bűnbandákhoz köthetők. Svédországban évről évre nagyobb gondot okoznak a migránsbandák, emiatt mára a skandináv államot tartják Európa legveszélyesebb országának. A boltjában okozott károkat mutatja ez a Koppenhágában élő közel-keleti bevándorló. A férfi egy élelmiszerüzletet vezet a dán fővárosban, azonban néhány nappal ezelőtt kézigránátot dobtak be a bolt ablakán. Ki akartam vinni a szemetet. A papír hulladékkal a kezemben átmentem az utca túloldalára, amikor egy hangos csattanást hallottam. Amikor megfordultam, már dőlt a füst az épületből, mondta a férfi. A robbantást egy svéd állampolgárságú férfi és nő követte el. A 24 éves gyanúsítottakat néhány órával a támadás után fogták el, miközben a két ország között húzódó hídon keresztül megpróbáltak visszajutni Svédországba. Egyre súlyosabb gondot jelentenek Dániának a svéd bűnbandák. A kormány szerint április óta 25 olyan bűncselekményt regisztráltak, amelyet a svédországi szervezett bűnözéshez lehet kötni. A rendőrség szerint két, főként bevándorlókból álló svéd bűnbanda igyekszik kiterjeszteni a befolyását a dán fővárosra. Mi közük van hozzánk? Ez borzalmas. Fogalmam sincs, hogy mit évő legyek, mondta egy dán nő. Az erőszak hullám a múlt héten érte el a tetőpontját, amikor a dán rendőrség egyetlen hét alatt három fiatalkorú svéd állampolgárt vett őrizetbe három különböző lövöldözés miatt. Mindhármukat gyilkossági kísérlettel vádolják. Teljesen abszurd, hogy egy velünk szomszédos országban fiatalokat, gyerekeket bíznak meg efféle feladatokkal. Nem tűrünk meg ilyen egyéneket az országunkban, jelentette ki a dán igazságügyi miniszter. A dán parlament pénteken döntött arról, hogy megkönnyítik a rendőrök munkáját a szervezett bűnözés elleni harcban. Az intézkedés részeként szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be a Koppenhága és Malmö között húzódó hídon. A környéken újabb biztonsági kamerákat is felszerelnek. Igazi mészárlás, ami itt. A bűnbandák közötti folyamatos harcokról nemrég az M1 Jóvilág című műsorának stábja is forgatott Svédországban. Mostanra ugyanis a skandináv államot tartják Európa legveszélyesebb országának.
A nagyvárosokban rendszeresek a lövöldözések, a robbantások és a nemi erőszak. A rendőrség szerint a bűnözői csoportok elsősorban bevándorlókból szerveződnek. Az elmúlt évtizedekben Svédország mintegy 2 millió bevándorlót fogadott be. Mára a 10,5 milliós lakosság egyötöde migrációs hátterű. Jegesedés okozhatta a brazil gép katasztrófáját, még vizsgálják, hogy pontosan mi történt, de nem biztos, hogy kiderül az igazság, mert a fekete dobozok állítólag súlyosan megrongálódtak. A gép pénteken zuhant le lakott területen. A fedélzeten 61-en utaztak. A tragédiát senki sem élte túl. Az áldozatok emlékére 3 napos nemzeti gyászt hirdettek Brazíliában. Még késő este a zuhogó esőben is tartott a helyszínen is, a repülőgép szerencsétlenség után pénteken a hatóságok lezárták az egész környéket. A brazil légierő nyomozói és a rendőrség is vizsgálja, hogy mi okozhatta az utasszállító tragédiáját, amely eddig ismeretlen okok miatt hirtelen zuhanni kezdett, majd lakott területre csapódott. Az egyik online repülőgép követő alkalmazás adatai szerint a gép alig 1 perc alatt majdnem 4000 métert zuhant, majd egy ház kertjében a fák között ért földet Vinyedó városában. A zuhanás utáni pillanatokról több amatőr felvétel is felkerült a közösségi oldalakra. A repülőgép elhaladt a házunk fölött, majd elkezdett lefelé zuhanni, és mi felkiáltottunk, zuhan, zuhan. Amikor újra megláttuk a gépet, már a földön volt, a lángok nagyon magasra csaptak, mindent elégettek, mondta egy szemtanú. Az egyik utas rossz kapunál várakozott, mire észbe kapott, már nem engedték felszállni a gépre, ennek köszönheti, hogy él. Még vitatkoztam is a légitársaság alkalmazottjával, de nem engedett felszállni, és végül megmentette az életemet, mondta a férfi, aki szerint vele együtt legalább 10 maradtak le a gépről. A légitársaság szerint a gépet az indulás előtti napon átvizsgálták, és nem találtak semmilyen műszaki problémát. Az első vizsgálatok szerint a pilóta nem jelentett vészhelyzetet a szerencsétlenség előtt. Eddig annyit tudunk, hogy a repülőgép nem kommunikált az irányító szervekkel, nem jelezte, hogy vészhelyzet van, nyilatkozta a légi balesetek kivizsgálásával foglalkozó központ vezetője. A brazil elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett. Ez volt Brazília legsúlyosabb légi katasztrófája 2007 óta, amikor egy utasszállító lezuhant a São Paulo-i repülőtéren. A tragédiában 199-en haltak meg. Rendkívüli viharok söpörtek végig az Egyesült Államok középső részén. Ohioban például özönvízszerű esőzések vannak. Sokakat a tűzoltók menekítettek ki az elöntött házukból vagy autójukból. Több 100 000 ember otthonában nincs áram. Közben a keleti parton még mindig a Debbie trópusi vihar utóhatásaival küzdenek. Számos helyen még mindig árvíz és tornádó riasztás van érvényben. A New Yorki kormányzó pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Az ítéletidőnek halál Halálos áldozatai is vannak. A balliberális félremagyarázások ellenére fontos tisztázni, hogy az olimpiai megnyitó nem lehetett más, mint egy tudatos, keresztények ellen elkövetett provokáció és ideológiai támadás. Ezt a KDNP frakció szóvivője mondta egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Nacsa Lőrinc kiemelte, a megnyitó elsősorban nem a sport ünnepéről szólt, hanem a genderlobby erejéről és terjeszkedéséről. Mi kereszténydemokraták ezért arra hívunk mindenkit, hogy álljunk ki minden felületen alapvető értékeink mellett, és harcoljunk értük. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. A KDNP karöltve a Fidesszel továbbra is azért dolgozik, hogy Magyarország egy keresztény ország maradhasson. Indulása óta a gondos óraprogram már több mint 22 000 életet mentett meg, és 360 000 esetben nyújtott hétköznapi segítséget. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt ismertette, hogy a diszpécserek 28 000 órán beszéltek a felhasználókkal, és 34 000 alkalommal értesítették a kontakt személyeket. Hozzátette, a gondos óra szolgáltatást applikáció is segíti, így a hozzátartozók gyorsabban értesülhetnek arról, ha baj történik, és az ügyintézés is egyszerűbb lett.
Szeptembertől is bevihetik a diákok a telefonjaikat és más okos eszközeiket az iskolába, de a nap elején le kell adni azokat, és csak az órák után kaphatják vissza. Egyebek mellett ez is kiderül a legfrissebb jogszabályokból. A szülők készülhetnek az iskolai szünetekre is, ebben nem lesz jelentős változás az előző tanévhez képest. A legfelső polcon vannak a kötelező olvasmányaim. Liának még hiányos az iskolai felszerelése, de az anyukájával már elkezdte rendszerezni a legfontosabbakat. Majd kiválogatjuk, hogy melyik az, amit elkezdtél már használni. A megkopott írószereket újakra cserélik, és hamarosan a hiányzó tanszereket is beszerzik. Az Egerben élő kislány szeptembertől lesz hatodikos. Nagyon várom, hogy újra találkozhatok csak az összes barátommal, hogy az egy osztállyal focizhassunk, vagy valamit csináljunk. Az osztálykirándulásokat is várom már. Nem csak a diákok, az intézmények és a tanárok is készülnek a tanévkezdésre. Ebben a Hódmezővásárhelyi iskolában gőzerővel festenek, hogy a gyerekeket tiszta tantermekben fogadhassák. Folyik éppen a meszelés, két telephelyünk van. Ezeken a telephelyeken 5 tantermet tudunk most felújítani, illetve az összes szertárat és a mellékhelyiségeket kimeszeljük. Olyan intézmény is akad az országban, ahová a tankönyvek is megérkeztek. Ebben a Békéscsabai intézményben 960 diák kezdi majd meg a tanévet. Közel 12 000 példány tankönyv érkezett. Kollégáim ezt a iskolánk 34 osztálya számára fogja kiosztani, egyesével tanulónként becsomagolni. Szűk egy hónap múlva indul az iskola országszerte. A belügyminisztérium már hivatalosan is kihirdette a tanévrendjét. Az első tanítási nap szeptember 2-án hétfőn lesz. 183 napot kell majd iskolába járniuk a diákoknak jövő június 20-áig. Nem változnak a szünetek sem, szokás szerint lesz őszi és tavaszi szünet, a téli szünet pedig a tavalyi évhez hasonlóan 2 hetes lesz. Ősztől jelentős változások is életbe lépnek. Szigorítják például az iskolai mobiltelefon használatot. A rendelet csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben. Azt írják, a diákok a meglévő okostelefonjaikat és okoseszközeiket magukkal vihetik az iskolába, de a nap elején, vagyis az órák előtt le kell adniuk, és csak a nap végén kapják majd vissza azokat. Van olyan intézmény, amelyben már korábban bevezettek hasonló korlátozást. Az újszászi iskolában még a tanév vége előtt júniusban kérdeztük a tanulókat arról, hogyan fogadták a szabályozást. Nagyon nehéz volt először ezt megszoknunk, de egyre jobban sikerült komfortosabban dolgoznunk, tanárokkal jobban is kijöttünk, mert így a telefon így elvette az eszünket. Kötelező pedagógus továbbképzés is jöhet az új tanévben. A tervek szerint a tanárok távoktatás keretében újíthatnák meg az ismereteiket a Nemzeti Alaptantervből. A tervezetet augusztus 13-áig kell véleményezni a Nemzeti Pedagógus Karnak. Nyilván az nem vitás, hogy ezt ismerni kell minden egyes pedagógusnak. Azt gondoljuk, hogy akik újonnan jönnek a pályára, vagy visszatérnek a pályára, önnek ez nagyon hasznos lehet. Reméljük, hogy tényleg olyan anyagot készítenek el az ezzel megbízottak, ami valóban összefoglalja a leglényegesebb dolgokat. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke örömtelinek nevezte, hogy 2022-höz képest megduplázódott a tanárképzésre jelentkezők száma Magyarországon. Horváth Péter azt mondta, ha a tanárjelöltek tisztességesen elvégzik a képzést és munkába állnak, az a társadalomnak és az iskoláknak is nagy segítség lesz. Az önkormányzati szektorban és a turizmus vendéglátás területén dolgozik a legtöbb diák munkás idén Magyarországon. Az államilag támogatott programban jelenleg 21 000 diák dolgozik, amit az állam 3 milliárd 800 millió forinttal támogat. De olyan magáncégek is vannak, amelyek azért alkalmaznak diákmunkásokat, mert megéri nekik. Fóliát feszítenek a virágkocsikra a fiatalok Debrecenben. Erre kerül majd a fű, így nem áztatja el az alapot. A debreceni virágkarnevál szervezői minden évben foglalkoztatnak diákmunkásokat. Én most vagyok itt először, de itt ugye főleg a lányok díszítenek a hungaracál bábukat. Mi pakolunk, takarítunk, és a hungaracál szemeteket pedig a kocsira kirakjuk, hogy elvigyék. A legtöbb diák augusztus 19-én lesz a műhelyben. Akkor kerülnek majd fel az élő virágok a kocsira.
Az élővirágdíszítés az teljesen más játék, tehát az 19. év ott nagy tömegkel, hiszen viszonylag rövid idő alatt kell több százezernyi élővirágot elhelyezni, az jóval egyszerűbb, tehát az a tipikus diákmunka. Diákmunkás az úszómester Kaposváron, aki a gyerekekre vigyáz a fürdőben. Neki ez a harmadik nyara, hogy iskola szövetkezeten keresztül itt dolgozik. Pesten elég drága a megélhetés, és hát mivel sportolok, kell finanszíroznom a kajámat, és arra szeretnék több pénzt költeni. A kaposvári virágfürdőben több mint egy tucat diákmunkás segíti a munkát a nyári szezonban. 13 diák érkezik a strandra, ők szét vannak reggel osztva úszómester és csúszdamester pozícióra. Nagyon fontos, hogy ők ezt a munkát elvállalták. A strandnak a nyitvatartásában ők dolgoznak. Helyileg merre keresni a diák munkát? Ez a nyíregyházi iskola szövetkezett több mint 600 fiatalnak közvetített munkát a nyár két első hónapjában. A legkülönfélébb szektorokban sikerült így elhelyezkedniük. A termelő cégektől elkezdve az ügyfélszolgálatokon át, call centerekig, élelmiszeriparba és különböző nyári területekre tudtuk őket küldeni igazából. Nagyon sokféle diákmunkánk volt, és rengeteg gyakornoki diákmunkánk is volt idén nyáron. A kormányzati programoknak köszönhetően 21 ezeren dolgoznak a nyári diákmunkaprogramban, amit az állam 3 milliárd 800 millió forinttal támogat. A programra augusztus 31-ig jelentkezhetnek a 16 és 25 év közötti diákok. De augusztus végén sem ér véget a diákmunkaidény. Ősztől is országszerte várják majd a diákokat különféle munka lehetőségekkel. Ez volt a híradó, Bénimet Péter érkezik a Nemzeti Sporthíradóval, tartsanak velünk!